Bár legyőzhetetlen volt Bonyhád a kötélhúzásban, mégis jó hangulatban teltek a köztisztviselői napra szervezett közös programok. Néhány évvel ezelőtt megszületett a fejemben gondolat, hogy a választókerület két nagy városa tartsa ezt együtt. Ibolyában abszolút együttműködő partnerem volt, amit én köszönök itt. Nyilván a mai nap arról szól, hogy mindenki jól érezze magát, elfelejtettük a szakmát, csak olyat csinálunk, amit a szürke hétköznapokon nem csinálunk, még látszott a kötélhúzáson is. Nyilván ezt úgy tűnik, hogy bonyhárdiak gyakorolták, mert kétszer is alul maradtunk, de remélem, hogy jövőre újra leszünk rajtuk, és készülni fogunk rá. Az eseményen a térség országgyűlési képviselője is részt vett. Idén első alkalommal kerül sor erre a csapatépítő napra, itt Lengyelen, ahol a két nagy önkormányzat, a választókerület két legnagyobb településének önkormányzata, illetve azoknak a polgármesterei, munkatársai vesznek részt. Örülünk annak, hogy itt vannak a dombóváriak, itt vannak a bonyhádiak, és a bonyhádi közös hivatal kisebb települései is elég nagy számmal tudtak eljönni. A jó idő úgy gondolom, hogy kedvezett mindenkinek, és minden csapat más és más ételt készít. Remélem az, hogy nekem is szánnak egy-két falatot, úgyhogy szívesen jöttem ide. Eddig is az volt a jellemző, hogy a Bonyhád környéki települések nagyon szorosan együtt dolgozva, együtt munkálkodva képzelték el a jövőjüket. A célokat is együttesen szokták meghatározni, és ezért nagyon sokat tesznek közösen. Dombóvárnál is ez a munka egy-két éve jelentősen előre haladt. A Kaposmenti Társulás is egyre inkább, egyre szorosabban tud együtt dolgozni. Újra Dombóvár ennek a társulásnak is a központja. Reméljük azt, hogy következő alkalommal, majd egy év múlva a Kaposmenti kistérség településeit is ide tudjuk hívni. A rendhagyó ötletet azonban kétkedve fogadták az önkormányzati dolgozók. A változást nem jó viselik, és ez minden emberre igaz, hiszen eddig mindig magunk voltunk. Próbáltuk őket nyugtatni, hogy ez sokkal jobb lesz, hiszen meg én is vettek egy csomó embert, és nyilván ezen túlmenően egymástól is tudtok kötetlenül beszélgetni. Ma azt látom, déli órákban már, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, hiszen ma már nincs Bonyhád is, nincs dombóvári dolgozó, együtt élvezik a napot, de a háttér után ide is hallatszik, hogy szól a zene, de a nevetés ezt picit túlhalad rajta. Még nem volt erre példa, hogy így egy másik hivatallal együtt ünnepeljük ezt a napot, de azt gondolom, hogy nagyon jó, ahogy a képeken is, illetve a háttérben is látszik, nagyon jó hangulatban telik a nap. Úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a számára a kedves feladatot, akár a versenyszámok, akár a főzés tekintetében, és hát egy nagyon jó kötetlen beszélgetéssel teli napot tudunk együtt tölteni. Ez minden évben egy várt nap, hiszen a napi hivatali rutinból egy picit kiszakadni, egy picit más környezetben együtt lenni a kollégákkal mindenképpen egy nagyon jó összetartó társaságot tovább, még inkább összetartóvá tudja a társaságot kovácsolni, és mindenképpen mindenkinek úgy gondolom, hogy egy jó emlékekkel teli nap tud kerekedni a végén. Tolna megye 2. számú választókerületének két legnagyobb települése 4-4 csapatban mérte össze erejét és tudását ezen a napon. A dombóvári és a bonyhádi hivatal közel 150 dolgozója vett részt az eseményen. Nap vége felé jár, és ugye általában az ebédre szoktuk befejezni a napot, ha magunk vagyunk akkor is. 8 bográsban főzték meg a kollégák az ételt. Napközben sorverseny volt, aktivitás volt, ügyességi labdavezetés volt. Csatakiáltást kellett kitalálni, de még a legnehezebb feladat vissza van a polgármestereknek és államtitkárnak kell zsűrizni az elkészült ebédet. De remélem, hogy mind a 8 nagyon finom lesz, hiszen már rosszabb nincs, amikor 7 nagyon jó, egy meg nagyon rossz, de remélem ez már nem fordult elő, hiszen profi szakácsok vannak mind a két oldalon. Változatos fogásokat készítettek el a csapatok, ragulevest, csilisbabot, pörköltet, várajai schnitzlit és grillezett ételeket is kóstolhatott a zsűri. A legtöbb pontot szerző csapat pedig a bonyhádi méhecskék lett.